Lóházon érkeztek meg a zarándokok a Tolnai Hősök terére. Érdről indultak, hogy 10 állomást érintve végigjárják azt az útvonalat, ami II. Lajos magyar király serege is haladta a Mohácsi csata előtt. A lovasok között Tolna megyeiek is voltak. A Rádi József huszárbandériumot tolnai, szekszárdi és környékbeli lovasok alkotják. A 22 éves az egyesület 1999. novemberében alakult. Körülbelül 16 fő, abból aktív ilyen 12 fő lovast tudunk kiállítani. Talán Dél-Dunántúl legaktívabb huszárbandírja mi vagyunk. 5. alkalommal rendezik meg ezt a zarándokutat. Ez a csapat, ami ilyen ki a szekszárdi, a 3. alkalommal csinálja végig. Érdrem van az első tábla, amit gyűlésze a sereg, a 2. Lajosnak a serege, és onnan indul lefelé, és ott, ahol nagyobb hadtestek, illetve Bátán Gyón a király utoljára. Gyakorlatilag Tolnán állomásodik nagyon sokáig a sereg, itt várják be a környező részekről érkező hadtesteket, és innen vonulnak le Mohácsra. A Rádi József huszárbandérium tagjai mindent elkövetnek, hogy a több száz évvel ezelőtti vitézi korszakot megidézve jelenjenek meg egy-egy szereplésükkor. Ez a viselet a 16. századi török hódoltságkori viseletnek a mintázata alapján készült. Hát most mennyire hiteles, azt majd történészek azok vitatkozhatnak rajta, de állítólag így a köznemesség ebben a ruhában vonult csatába. Mikor huszárként szerepelünk, mint Rádi József huszárbandérium, akkor a 48-as, a 7. huszárezrednek a buzakék ruházat és zöld csákóval jelenünk meg, és ezüst gombozat. Mint ahogy korábban is elhangzott, Tolna 1526-ban igazán fontos helyszín volt. A király seregéhez ugyanis a városban csatlakoztak a legtöbben. Innen tovább indulva már 10.000-nél is többen voltak. A hadiút mentén az egyik legfontosabb gyülekezési pont volt. Dunai átkelő volt akkor, tehát akár Erdély felől, kelet felől, akár északról, akár nyugat felől érkező csapatok itt találkoztak. Tehát a király maga egy viszonylag kis létszámú sereggel, kb. 1000 fővel indult el Budáról, itt viszont már olyan 14-15 ezer főre gyarapodott a sereg, tehát itt volt a főgyülekezési pont. Tolnán a város vezetői frissítővel várták a lovasokat. A hagyomány szerint a zarándokok minden településen, ahol megállnak, megkoszorúzzák a Mohácsi csatának emléket állító táblát. Ezzel azt lehet mondani, hogy Magyarország leghosszabb, mintegy 180 km hosszú tanösvényét járják végig. A lovas zarándoklatnak az ötletét dr. Négyesi Lajos hadtörténész vetette föl, aki fölhívta a figyelmet ezekre az emléktáblákra. Ezeket a táblákat 1926-ban 400. évfordulóra helyezték ki Akházi Kamila Hadtörténeti Intézet akkori igazgatója javaslatára az önkormányzatok. És amikor dr. Négyesi Lajos fölhívta erre a figyelmet, akkor eldöntöttük, hogy elhatároztuk, hogy akkor ennek a nyomvonala mentén, ugye ez a régi hadi út, ami Budáról vezetett le Eszékre, ennek a nyomvonala mentén egy katonai zarándokutat szeretnénk létrehozni, ezzel is emlékezve, főhajtással tisztelegve a Magyarország védelmébe elhunyt katonák emléke előtt. Először gyalogos, kerékpáros zarándokok indultak el, és hát most a második évtől pedig már lovasok is, és történelmi hagyományőrzők, akik korabeli viseletben járják végig ezt az útvonalat, és minden egyes emléktáblánál emlékszallagot helyeznek el, és főhajtásra tisztelegnek. A zarándokok az út során összesen 10 táblát koszorúznak meg. De megállók az Érd, Ercsi, Dunajváros, Dunaföldvár, ha minden igaz, akkor jövőre már Paks is bejön, hiszen oda is terveztek táblát, csak akkor nem helyezték ki. Tolna, Szekszárd, Báta és Dunaszekcső, végül pedig a Mohácsi Nemzeti Emlékhely a végállomás. 2026-ban lesz 500 éve, hogy sor került a Mohácsi csatára. A nemzeti szimbólumá lett történelmi pillanat évfordulóját a Mohácsi csata emlékévévé nyilvánították. Az ezzel összefüggő előkészítő munka pedig már el is kezdődött. Készülünk nagyon, Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen jelenleg egy régészeti feltárás folyik, az egyik tömegsírnak a feltárása. Nagyon komoly munkával antropológusok, régészek dolgoznak rajta. Ebből a kutatási anyagból szeretnénk egy komoly 21. századi igényeknek megfelelő bemutatóhelyet és bemutatási anyagot létrehozni. És hát a végső cél az, hogy egy teljesen megújult új bemutatóhelyel várjuk majd a vendégeket az 500. évfordulón. A lovas zarándokok tehát már most a Mohácsi csata 500. évfordulójára készülnek.